az elmúlt hét fontosabb eseményei, először csak egy-egy mondatban. Ahol a víz az úr. Nagy gondokat okoz a községben a belvíz. Az önfoglalkoztatási program keretében vállalkozási alaptréninget tartottak az ICR szervezésében. A műsorunkban a településrendezési közvállalat munkájáról és terveiről is hallhatnak. Helybeli vállalatok, vállalkozók, intézmények is bekapcsolódtak a pályaválasztási csapat munkájába. A Magyar Kanizsai Pittypangó Voda idén is megszervezte jótékonysági rendezvényét. Következnek részletes beszámolóink. Az elmúlt időszakban többször hirtelen lehullott hómennyiség és a kiadós csapadék hatalmas gondokat okoz Magyar-Kanizsa községben is. Az Entai DTD vízgazdálkodási vállalat Magyar-Kanizsai részlegében az ünnepek alatt is megállás nélkül folyt a munka a belvíz visszaszorítása érdekében. A Tisza ugyan enyhe áradásban van, de sokkal nagyobb gondot okoz a belvíz. A községben nagy területeket árasztott el a belvíz, sok helyen a bevetett földek is víz alatt állnak. Végeztem a napokban egy elemzést, ami nagyjából egy 20 éves visszamenő periódust felölelt, és az első 3 hónapot elemeztem január-február-márciust csapadék mennyiségre, és egy olyan eredményhez jutottam, hogy az elmúlt 20 évben az átlag az olyan, hát mondhatom 60-tól 120 mm a 3 hónapra összesen. 2010-ben volt egy 180 mm-es mennyiség, ebben a hónapban tegnap előtt ugye elsőjével lezártuk a 3 havi csapadék mennyiséget is, sajnos 245 mm. Tehát mondhatom, hogy a 20 évre visszamenőleg az átlagnak majdnem 3-szorosra lehullott ránk az első 3 hónapban, mint amennyi szokott. Hát és ez természetesen magával hozta azt, hogy komoly belvízhelyzetet idézett elő, meg egy árvízi szintű tiszai vízállást a Tiszán. Február végén kezdődött egy lassú áradás, ami gyakorlatilag mai napig is tart. A Tisza most nagyjából 530, nincs pontos mai információm, 530 cm-en van az Entai vízmércéhez viszonyítva, tehát lassú napi 3-4 centis áradás van folyamatban. Az elkövetkező 5-6 napban, ugye általában 5-6 napra szoktunk előre vízállással kapcsolatban bármiféle előrejelzést adni, mert hosszabb távon ugyanúgy felelőtlenség, mint a meteorológiában is pontos adatokat szolgáltatni nem is lehet. Nagyjából az 5-6 napra azt tudom mondani, hogy az áradás folytatódik, lehet, hogy az áradásnak az intenzitása egy kicsit erősödni fog, mivel hogy észak, tehát a Tisza felső szakaszán a hóolvadás meg ez a hatalmas csapadék miatt egy újabb árhullám van kialakulóba meg indulóba lefele. Közép-Tiszán árvízvédelmi szint fölött mondhatnám stagnál, meg ott is egy picit árad vissza a Tisza. Ugyanúgy áradás van a Kőrösökön, ugyanúgy áradás van a Maroson. Tehát nálunk itt az elkövetkező 5-6 nap alatt nem várjuk azt, hogy eléri a Tisza a 600 cm-es árvízvédekezési szintet, de meg fogja nagyon közelíteni, és valószínűleg, hogy utána, hát valami történni fog, valószínűleg el is fogja érni. Tiszáról még annyit mondanák, hogy nagyjából most már teljes szakaszán kilépett a medréből, vagyis hát olyan szinten, vagy épp elhagyja a medrét, sok helyen most már kiment a töltés lábához, ahol alacsonyabb szinten van az ártéri terület a Tisza meg a töltés között. Feltételezem működnek a szivattyú állomások is. Igen, a szivattyú állomások a belvízhelyzetre való tekintettel, mert itt el kell mondani, a múlt héten esett hó ugye hát esővel kezdett, hóba váltott át, utána elkezdett a hó olvadni, és még rájött egy nagyobb mennyiségű eső, meg hát azóta lássuk naponta mindig esik. Ezt az utolsó kis periódust a vizsgálom nagyjából 80 mm csapadék, ami egy hatalmas mennyiségnek felel meg, zúdult ránk, és gyakorlatilag az egész község területén hatalmas belvízhelyzetet hozott létre. Hát mi ezt fölkészülten vártuk, a csatorna rendszert előtte fokozatosan ürítettük, mivel hogy a csatornáknak van egy úgynevezett üzemszintje, ami a maximális szint alatt van egy 30 cm-rel, tehát mi azt a szintet, vagy az az alatti szintet próbáltuk tartani. Azok a csatornák, amelyek pedig magasan vannak, és mai napig is be tudnak folyni szabad eséssel a Tiszába, azok is üresen voltak tartva. Várható pont ez a nagy, tehát az elmúlt 3 hónapnak a csapadékos időjárására való tekintettel, de olyan hatalmas mennyiségű víz volt ez az utolsó néhány nap alatt, amit
egyszerűen a csatornarendszer, a szivattyútelepek nincsenek ilyenre tervezve, mert ez nem tudom, lehet, hogy 50 vagy 100 évenként fordul elő egyszer, hogy ennyi mennyiségű csapadék zúduljon ilyen rövid idő alatt le. Csak érdekességképpen mondom, 36 ezer hektáron végzünk vízgazdálkodási tevékenységet, ebből 10 ezer hektár az, ami alacsonyabban fekszik, mint a mostani Tisza szint, tehát nagyjából ez az egyharmad rész, ahonnan szivattyúval kell a vizet dobatni a Tiszába. A megmaradt 20 ezer hektár az nagyjából magasabb szint a járás, meg olyan területek, horgos kispiac, kishomok környék, ahonnan még be tud szabad eséssel folyni a Tiszába a víz. És ezt a 10 ezer hektárt érinti fokozottan a nagy, tehát mondjuk a kanizsai réten a csatornarendszer ki van öntve. Ebből a 36 ezer hektárból becslés szerint olyan 3000 hektár terület áll víz alatt. És ez a 3000 hektárnak nagy része kaszáló legelő járás, de sajnos egy pár száz hektár. Igazán nem tudtuk még fölmérni, mert hóborított azóta, meg hát el voltunk foglalva a gyors beavatkozásokkal is, nem tudtunk ilyen nagy, de ha ilyen nagyjából egy fölbeslés szerint egy 2-300 hektár vetés, szántó, gyümölcsös, szőlő sajnos víz alatt áll. A kanizsai rétre számolva az utóbbi 10 napban nagyjából 1,5 millió köbméter víz zúdult arra 2000 hektárnyi területre, ami hatalmas mennyiség. Annak egy kis részét tudta a talaj befogadni, mert már a talaj is 100%-ban telített. Ehhez nekünk legalább 5-6 nap kell, a szivattyútelep 24 órás erőltetett üzemmódban megy. Ma fogunk még arról beszélgetni, hogy esetleg mobil dízel szivattyúkat is telepítünk, csak műszakilag kell még megoldanunk, hogy is, mint is, hogy elősegítsük, hogy minél előbb le tudjuk ezt a vízmennyiséget vezényelni a területről. Az elmúlt napokban a polgárok is sok helyen segítették a DTD munkáját, és összefogással, közös munkával csökkentették a belvíz okozta károkat. Külön ki kellene emelni mondjuk azt, hogy Zimonics Velebit között az úgynevezett alsó járáson egy emberek csoportja éjszaka energiát, esőt, hideget, ünnepre való tekintet nélkül jöttek, csinálták, és eredményt is tudtunk elérni. Hallom, kispiacon is egy ilyen önszerveződés keletkezett, ez mind dicséret, és nagyon jó, mert sajnos vannak kritikák is, igazságtalan kritikák, ami hát néha az embernek nem éppen jó esik. És még szeretném itt megemlíteni, hogy Oromhegyes alatt az úgynevezett járás részen a Sáringer tanya meg környéke jelezték ott is, hogy gond van, a víz lassan kezd őket elönteni, meg az a csatorna, mellékcsatorna, ami Oromhegyes alól a dupla kanyartól vezeti le a vizeket a Kőröspatakba. Sajnos rég volt kotorva, el van dugulva, és itt szeretném elmondani azt, hogy egy ilyen gyors beavatkozás alapján mai nap folyamán oda ki fogunk vinni egy kotrógépet, és még ma meg fogjuk kezdeni annak a csatornának a kotrását, hogy abból az irányból is a vizek minél hamarabb le tudjanak folyni a Tiszába. Az érintettek észrevételeiket, bejelentéseiket a DTD Magyar Kanizsai Irodájának a 874-924-es telefonszámon jelentsék a reggeli órákban, illetve 14 és 15 óra között. A Magyar Kanizsai Községi Településrendezési Közvállalat igazgatója Kövesdi János sajtótájékoztatón számolt be a közvállalat tavalyi tevékenységéről és az idei évi tervekről. A tavalyi évben az úthálózaton igen komoly beruházások történtek. Ez szinte minden helyi közösséget, illetve települést felölelt, és közel 11 kilométer út épült ki, vagy kapott új burkolatot. Itt ennek a beruházásnak az értéke több mint 130 millió dinár volt. A közvállalat itt az előkészítésben, műszaki ellenőrzésben vett részt. Ez mellett természetesen az utak, utcák karbantartása is folyamatos volt, valamint volt két beruházásunk, amit a Szerbia utai közvállalattal együtt végeztünk. Ez pedig a két útkereszteződés, az egyik így mondom a Lukailnál, a másik pedig itt az Erdészház felé lemenő út Törökkanizsa felé. Ez mind a két esetben állami utat érintett, úgyhogy itt az illetékesség a köztársasági minisztérium hatáskörében volt, úgyhogy az ügyintézés folyamata is igen körülményes volt. És ennek kapcsán kell, hogy elmondjam még, hogy ez a villanyrendőr a Lukainnál tulajdonképpen azért is húzódott ilyen sokáig, mert
köztársasági hatáskör, a minisztérium a föltételek, illetve az engedélyek kiadását elég lassan végzi, közbejött a tél, és most sikerült befejezni, egyébként műszakilag minden rendben van, és várjuk a minisztérium jóváhagyását, hogy üzembe helyezhessük a villanyrendőrt. A közvállalat feladatai közé tartozik a parkok, zöldövezetek és a rekreációs területek rendezése és karbantartása is, nem csak Magyar Kanizsán, hanem az egész község területén. A tevékenységi kör részeként egyebek mellett Magyar Kanizsán, a Fehér Ferenc utcában új játszótér készült. A vízelvezetési és vízellátási létesítmények karbantartása és kiépítése is a vállalat feladatai közé tartozik. Az esővízrendszereknél főleg karbantartási munkákat végeztünk. A szennyvízelvezetésnél egy beruházás befejeződött a Magyar Kanizsa helyi közösség programja alapján az 5. kerületben. Az idén sajnos újabb beruházást nem tervezünk, mivel hogy anyagi fedezete nincs. Magyar Kanizsán viszont jó elkészült most már a szennyvízhálózat. Az ivóvízi rendszerek tekintetében elmondhatom, hogy Kispiacon elkészült az arzénmentesítő berendezés. Itt szintén mi csak műszaki ellenőrzést végeztünk. A következő fő és fontos tevékenységi körünk a közvilágítás és a villamos energetikai rendszerek karbantartása, illetve fejlesztése. A közvilágítás karbantartása az elmúlt évben is folyamatos volt. Igyekeztünk hatékonyan időben ott lenni a hibák elhárításánál. Kisebb beruházás volt Horgoson, egy légvezeték kábelozása, illetve közvilágítás fejlesztése. Együttműködve az Újvidéki Városrendezési Intézettel elkészült Magyar Kanizsa település általános szabályozási terve, valamint a községi területrendezési terv is. A grafikai mellékletekkel, valamint az építési szabályok kidolgozásával együtt. A 10-es blokkhoz tartozó területet, ahol a Mercator áruház, a buszmegálló, valamint a mintegy 100 gépkocsi parkolására alkalmas parkoló kiépítését tervezik, elkészült a létesítményekhez szükséges infrastruktúra. Ezt az ingatlan részt előzőleg homokkal feltöltötték. A műszaki ellenőrzéseket végeztük különböző beruházásoknál, ahol az önkormányzat volt a beruházó pénzelő, és itt felsorolnám az iskolákat és különböző intézményeket. Az iskoláknál tudjuk, hogy ablakcserék történtek az más iskolában, vagy akár más épületen is, vagy az óvodák felújítása, a kemping felújítása, és nagyon sok objektum még. Az idei évre tervezett munkálatokról Kövesdi elmondta, hogy a folyamatosan végzett tevékenységek, valamint a tervezett beruházások további egyeztetések alapján az eszközök megvalósulásától függnek. A Tiszamenti Információs Fejlesztési Központ, ismertebb nevén az ICR, szerdán délelőtt szervezte meg az önfoglalkoztatási pályázathoz kapcsolódó képzését. Mint ismeretes, a tartományi és a szerbiai pályázat nemrégen jelent meg, és a sikeres pályázóknak 160 ezer dinár visszanemtérítendő támogatást biztosítanak új vállalkozás beindításához. Ennek előfeltétele az ezen a képzésen való részvétel. Mai előadás, mondhatni, az első kör ebben az előadás sorozatban. Azért az első kör, mert egyrészt nagyon szeretnénk még, hogyha érdeklődnének a község területéről olyan munkanélküliek, akik szeretnének vállalkozást nyitni, és hogyha valóban lesz ilyen érdeklődés, akkor természetesen újból szervezünk ilyen jellegű előadásokat. Másrésztől a pályázat az októberig van nyitva. Igaz, hogy fel van tüntetve a pályázati kiírásból, hogy addig lesz nyitva a pályázat, ameddig a pénzeszközök úgymond kitartanak, vagy ameddig van elég pénzeszköz, de én nagyon remélem, hogy azért még néhány hónapig biztosan nyitva lesz, tehát mindazok, akik most még gondolkoznak azon, hogy esetlegesen vállalkoznának-e, őket buzdítom, hogy jelentkezzenek nekünk, és a képzés során megtudják legalább,
hogy az, ami számukra most pillanatnyilag ismeretlen terület, hogy azon hogyan tudnak kiigazodni, és természetesen a képzés maga az nem kötelezi őket semmire se, tehát még mindig meggondolhatják magukat, és mégsem vállalkoznak. Ami a szakmai előadásokat illeti, őket Kaszás Jutka tartja, ő adószakértő, azonban mai nap folyamán nem csak az adópolitikáról, és főleg nem az adópolitikáról, hanem inkább arról beszél, hogy hogyan nyissunk vállalkozást. Tehát egyáltalán tehát a vállalkozás nem csak nyitás, hanem egyáltalán a vállalkozásoknak mik az alapjai. Hogyan álljunk hozzá, mi a különbség az iparosok, a vállalkozók között, hogyan gondolkozzunk a cégünk fejlesztésében, tehát milyen léptékekkel haladjunk, mit köteleznál, tehát az adminisztrációban mit te vagyunk kötelesek, mit kell, hogy csináljunk. Hogyan gondoljunk végig egy üzleti tervet, hogyan gondoljuk végig azt, hogy milyen bevételei, kiadásai lesznek a cégünknek. Tehát mindenféleképpen egy olyan költ szeretnénk bezárni ezzel az előadással, ami nagyon jó alapinformációkat tud nyújtani azoknak, akik vállalkozni szeretnének. Természetesen naív azt gondolni, hogy 4 óra alatt, mivel hogy 4 óra hosszás ez az előadás, hogy 4 óra alatt mindenki tökéletes vállalkozó lesz, és mindent megtanul, amit itt meg lehet tanulni. Azonban nagyon jó ugródeszka, tehát nem kell mindent magán úton elolvasni, utána járni, kérdezősködni, ügyvédhez, könyvelőhöz járni, és még mindig nem indult el a vállalkozás, és még mindig nem azzal foglalkozik, amivel neki foglalkoznia kellene, tehát magával, az ötletével, amit meg akar valósítani. Tehát mi ebbe próbálunk egy kicsit segíteni, egy kicsit közelebb juttatni őket az ötletük megvalósításához. Az ICR nem csak az alapításnál, hanem utána is szakmai támogatással, tanácsadással segíti a vállalkozásokat, az újdonsült vállalkozókat. Az ICR egész évben nyitva áll azok előtt, akiknek utána még kérdésük lenne, elakadnának valahol. Tehát mi sajnálatos módon pénzügyileg nem tudjuk támogatni és megoldani a munkanélküliséget, azonban megpróbáljuk enyhíteni legalább azzal, hogy olyan szaktanácsokat és olyan tapasztalatokat próbálunk átadni a kezdő vállalkozóknak, ami esetlegesen sikeresebbé teheti az ő vállalkozásokat. Április 1-én lépett életbe a szociális kosár. Annak érdekében, hogy a szerbiai polgárok olcsóbban juthassanak hozzá a mindennap használatos termékekhez, a Kereskedelmi Minisztérium illetékesei egy a nagy üzletláncokat megszólító akcióként kidolgozták a szociális kosár intézményét. Egyes üzletekben már csökkentették az árakat, akár 18%-kal is. A szociális kosárba tartozó termékeket láthatóan megjelölik majd, az akció ideje pedig nincs korlátozva. A fogyasztóvédő szervezetek kétkedéssel fogadták a kezdeményezést. Az energiaügyileg védett fogyasztókról szóló, szintén hétfőn életbe lépett rendelet nyomán a rászoruló háztartások áramszámláján a családtagok számától függően 120-tól 250 kWh áramot, valamint 35-től 75 köbméter ingyenes gázt írnak jóvá. Az egyszemélyes háztartások közül azok jogosultak erre a támogatásra, amelyeknek a havi jövedelme nem éri el a 12.900 dinárt, a 2 és 3 tagú háztartások közül pedig azok, amelyeknek a havi bevétele nem haladja meg a 18.786 dinárt. A 4 és 5 tagú háztartásoknál ez a határ 24.672 dinár, 6 és ennél több családtag esetében pedig 30.558 dinár. A hátrányos helyzetű polgároknak a helyi önkormányzat szociális szervezeténél kell jelentkezniük és igazolniuk, hogy szociálisan veszélyeztetettek. Ezután megkaphatják a státust, ami 1 évig lesz érvényben, utána meg kell újítaniuk. 1-én kezdődött a leendő első osztályosok beiratkozása is. A számítások szerint szeptemberben mintegy 70.400 kisdiák kezdi meg alapfokú tanulmányait, és ez nagyjából megegyezik a tavalyi számmal. Idén szeptemberben a 2006-ban, illetve 2007-ben születettek indulnak iskolába. A beiratkozás hivatalosan május végéig tart. Az első osztályba való beiratkozáskor kérik a befejezett iskolai előkészítőről szóló bizonylatot,
továbbá orvosi bizonylatot, anyakönyvi kivonatot, valamint a szülő vagy gyám lakhely bejelentési igazolását. Szintén április 1-én kezdik meg a 15 000 dinárnál kevesebb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok egyszeri támogatásának kifizetését is, jelentette be a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Minisztérium. A támogatás összege 4 000 dinár. Alakuló ülését tartotta múlt szerdán a pályaválasztási csapata regionális szakmai pedagógus továbbképzőközpont épületében. Ez a terület nem kapcsolódik szervesen a központ munkájához, mégis fontosnak tartják, hogy részt vegyenek benne, hiszen a pályaválasztás komoly dolog, és mindig jelen van az iskolai rendszerben, hallottuk Varjú Potrebics Tatjana igazgatónő köszöntőjében. Az országos programot Szlagyana Ivkovics Iván Dekic csapatvezető, a Hajdújárási Általános Iskola pedagógusa ismertette. Mint mondta, 2011 óta pályaválasztási csapatok alakulnak szerte az országban azzal a céllal, hogy segítsék, megkönnyítsék a továbbtanulás kérdését, és hogy rámilágítsanak, a hivatás, foglalkozás jó megválasztása nem a 8. osztályban dől el, hanem optimális esetben sokkal hamarabb. A programot egy német szervezet, a GIZ támogatja a szerbiai oktatási, valamint az ifjúsági és sportminisztériummal karöltve. A tervek szerint 2015-ig mindegyik szerbiai általános iskola bekapcsolódik ebbe a programba, és helyi szinteken is megalakulnak ezek a pályaválasztási csapatok. A mai nap azért fontos, mert ma történt meg a memorandumnak az aláírása azok a szubjektumok részéről, akik hajlandóak és részt tudnak venni a gyermekeink pályaválasztási programjában. Ugyanis a pályaválasztási folyamat egy komoly folyamat, egy komoly ciklus, amely már a pályaválasztási neveléssel kezdődik úgymond az óvodában, iskolás kor előtti időszakban, és ugye a koronája végül is a 8. osztály befejezésével ér véget, mikor a gyerekeknek először kell eldönteni azt, hogy 8., tehát az általános iskola után hova szeretnének tovább menni. Ebben az egész folyamatban, tehát a pályaválasztási ciklusban nagyon fontos, hogy a gyerekek reális képet kapjanak a munkavilágáról, a konkrét munkavilágáról, és mi ennek célja szólítottuk meg a vállalatokat, az intézményeket, mind azok vállalkozókat, községünk szintjén természetesen, akik ebben részt tudnak venni, akik a gyerekeinket, a jövendőbeli generációkat, a jövendőbeli nemzedéket meg tudják segíteni ilyen téren, hogy betekintést biztosítanak nekik saját munkájuk szférában. Ennek függvényében, tehát a folytatás, amit tervezünk és amit elvárunk, és amiben a regionális központ partner ebben a projektumban, az, hogy ezek a reális összejövetelek tulajdonképpen megvalósuljanak. Az alakuló ülésen Telek Krisztina, az MÁJ általános iskola pszichológusa, a csapat koordinátora a nemrégen lezajlott középiskolák bőrzéjéről számolt be az egybegyülteknek. Az oromi Oromhegyesi Kis Ferenc iskola képviseletében pedig Rice Ágota egy tavalyi programjukról tartott ismertetőt. Az oromi általános iskola tavaly lett ennek a programnak a részese. Az együttműködési nyilatkozatot 17 magyar kanizsa községbeli intézmény vállalat-vállalkozás képviselője írta alá. Múlt szerdán tartotta hagyományos tavaszi ünnepségét a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény Széles utcai Pittypang nevet viselő óvodája Aknesában. A délutáni rendezvény kézműves kirakodóvásárral kezdődött. A családok, szülők, nagyszülők, rokonok kedvükre válogathattak a szebbnél szebb dísztárgyak között. A Pittypang nap az óvodások vidám kis műsorával folytatódott. A gyerekek és az óvónők nagy gonddal és lelkesedéssel készített összeállítását teltház kísérte figyelemmel. Pittypang napra ébredtünk, ez a szlogenunk. Hát sajnos, hogy a Pittypangot a hó most eltakarta. A rendezvényünkre már igazából elméletben elkezdünk ott január tájájkán gondolkodni, hogy mivel újítsunk, hogy mi legyen az új, amit behozunk a szülők részére, és ezután pedig elkezdődik az
zeneszámok kiválogatása, a mozdulatok megszervezése, természetes, hogy a legkisebb csoporttól az egész Pippang óvoda apraja részt vesz ezen a rendezvényünkön, a bölcsődétől az iskoláskor erőttig gyerekekig, és attól függően, hogy milyen idősek, olyan repertoárral készülnek. Természetes, hogy a fiatalabb gyerekek rövid lélegzetű dolgokkal, az idősebbek pedig már egész hosszabb műsorszámmal is. Hány csoportja van a Pippang óvodának, akik ma itt fellépnek? A Pippang óvodának három olyan csoportja van, aki nagy csoport, kis csoport, iskolás előkészítő, és kettő bölcsödés, mivel a bölcsödés csoportot is a koruktól függően két csoportra osztjuk. Vannak az egyéves kortól, és van, aki egy kicsit már idősebb bölcsödés korosztály, tehát összesen öt csoport lép föl, 105 gyerek körülbelül. Ezt a műsort megelőzi egy kirakodó vásár, ahol fantasztikus, valóban kézzel és sok-sok szeretettel készített termék vár itt gazdára, amelyek személyre szólóak, tehát a szülők megtalálják a saját csemetéjüket ezekben a dolgokban. Igen, megtalálják és keresik is. És az idén úgy gondoltuk ki közösen, hogy az, ami a gyerekekhez legközelebb álló, a játékhelyzetből merítjük a fényképeink anyagát, tehát a játék szituációk teremben, tornateremben, és nagyon kedves és nagyon ötletes dolgok kerekedtek, amit utána képkeretként az óvónők és a gyerekek körül övezték szeretettel és színekkel. Tudják-e már, vagy folyt-e erről beszélgetés, hogy a befolyt összeget milyen célokra használják majd fel idén? Igen, minden évben előre megbeszéljük, hogy mire szeretnénk fordítani, és mivel karácsonykor már kaptunk a télapótól pontosabban trampolint, akkor most gondoltuk, hogy a tornateremnek az eszköztárát bővítenénk, labdákkal, karikákkal, ugrálókötéllel és hasonló dolgokkal az összegtől függően. Ez a rendezvény sajátos rendezvény, hiszen egy intézményen belül egy óvoda épület szervezi meg. Gondolom az is fontos, hogy a gyerekeket erre az alkalomra fölkészítik, hogy szokják a szereplést, hogy szokják a színházba való járást. Igen, igen. És mivel a bölcsödés korosztály is itt van, így évről évre merészebbek a gyerekek, mert már bölcsödés korban, ugye ott akkor van, amikor még egy picit csirdogálnak, amikor az anyutól elválnak a szereplés kedvéért, de már a kis csoportban észrevettük, hogy már nem volt jelen a sírás. Szokják a színpadot, a szereplést, hogy együtt lenni jó, ami a szlogenunk is egy bizonyos szinten. A Pippang napi rendezvény teljes egészében április 8-án, hétfőn 10 és 17 órakor lesz látható az Info TV műsorán. Az egészségügyi világnap apropóján a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezete hagyományosan az idén is megszervezte a Mit tudsz az egészségről elnevezésű vetélkedőt. Kedden délután a Knessa Oktatás és Művelődési Intézményben a községbeli általános iskolákból érkezett csapatok mérték össze tudásukat, ismereteiket az egészséggel és a Vöröskereszttel kapcsolatos témakörökből. Ez a vetélkedő gyakorlatilag két cél szolgál a szervezetünknek a feladatköréből. Az egyik magának a szervezetnek a népszerűsítése, hiszen a teljes neve ennek a vetélkedőnek Mit tudsz az egészségről és a Vöröskeresztről. Tehát a Vöröskeresztről is vannak kérdések, amik hát bizonyos fölkészülést igényelnek a fiataloktól. A másik része pedig a lényegesebb része, tehát magából a névből eredően lényegesebb része, hogy a szervezetünk egészségügyi megelőző tevékenységgel is foglalkozik, és így gyakorlatilag a helyes táplálkozással, az egészségünk megőrzésével, az egészséges életvitellel kapcsolatos kérdésekről, hát igen széles körű tudást szerezhetnek a fiatalok a fölkészülésük során egy kézikönyv segítségével, ami gyakorlatilag oda vezeti őket, hogy az egészségünkről ne akkor kezdjünk el gondolkodni, amikor már a betegség levesz lábról bennünket, hanem próbáljunk meg már előtte
olyan életvitelt folytatni, olyan szokásokat magunkévá tenni, amelyek előnyösek a számunkra, illetve olyan szokásokat valahol hát, kiűzni, kihagyni az életünkből, amelyek nagyon gyorsan az egészségünk romlásához vezetnének. A 7-es, 8-os tanulókat biológia tanárai készítették fel a versenyre. Nagyon nagy támaszunk a pedagógusoknak a segítsége, akik a gyerekeket fölkarolják, segítik őket a fölkészülésben, irányítják őket, útmutatót adnak nekik, vezetik őket, gondoskodnak, közösen beszélik meg a problémákat, és így azt hiszem, hogy elég szépen elmélyítik ezeket a gondolatokat, amelyekről az előbb beszéltem már. Kik jelentkeztek a vetélkedőre? Gyakorlatilag a községünk minden iskolájából vannak általános iskolás fiatalok. Középiskolásoknak a vetélkedője az holnap lesz majd, tehát akkor jönnek a középiskolásaink. Általában nagy számú csapattal jelentkeznek, háromtagú csapatok vetélkednek a verseny keretében. Hát hol komolyabb, hol játékosabb formában igyekszünk úgy kialakítani a munkapontokat, hogy a fiataloknak ne csak egy gond, egy komoly megmérettetés legyen, hanem játékos formában kapjanak kérdéseket, és egy kellemes délutánjuk legyen nekik ez a mai. A kérdések gyakorlatilag a Vöröskereszttől származnak, évente mi állítjuk őket össze. Vannak bizonyos szempontok, amelyek arra utalnak, hogy egyes kérdéscsoportoknak mindig szerepelni kell. Tehát így mondjuk példának említeném csak a táplálkozási piramist, ami egy nagyon érdekes játék, kiválogatni a különböző élelmiszereknek a képeit, és elhelyezni a táplálkozási piramison, hogy melyek azok, amelyekből nagyobb mértékben kell, melyek azok az élelmiszerek, amelyeknek nagyobb mértékben kell szerepelniük a napi táplálkozásunkban, melyek azok, amelyek bár lehet, hogy sokkal ízletesebbek, sokkal csalogatóbbak, de kevésbé viszik előre az egészségi állapotunkat, ezért azokból csak hát inkább kóstolgatni kell. A legtöbb pontszámot összegyűjtött versenyzők a magyar kanizsai Rózsa Viola és Danica Milojevic, valamint az oromi Lékó Szibilla lett. A csapatok versenyében a helybeli 7A osztály bizonyult a legfelkészültebbnek. A legjobb eredményeket elért versenyzők a tartományi versenyen fognak hamarosan részt venni. A húsvéti ünnepek ideje alatt a hétvégén bizonyára sokan észrevették és bosszankodtak, és amiatt, hogy az ünnepi készülődés idején rövidebb-hosszabb időre áram nélkül maradtak. Kérésünkre az Elektrovojvodina Magyar Kanizsai Kirendeltségének illetékesei elmondták, hogy az áramkimaradás, illetve ingadozás okát egy transformátor meghibásodása okozta. A hétvégén az Elektrovojvodina dolgozói folyamatosan a hiba elhárításán dolgoztak, így sikerült megoldaniuk a folyamatos áramellátást. A Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény zsinórlabda bajnokságot szervez a községi óvodások részére április 6-án, azaz most szombaton. Összesen 13 iskola előkészítős csapat mérkőzik meg egymással a röplabda egyszerűsített szabályai szerint játszott labdajátékban. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a gyógyfürdő sportcsarnokába, most szombaton 9 óra 30 perctől, hogy közösen szurkoljunk legkisebbjeinknek. A belépő ingyenes. A Magyar Kanizsai Községi Sportszövetség megtartotta rendes tisztúító közgyűlését. A 39 tagot számláló szövetség 34 tagja vett részt a gyűlésen. A közgyűlésen többek közt részt vett Volenter Takarics Anasztázia, sporttal és ifjúsággal megbízott községi tanácstag, valamint Mladen Stojsin, a Vajdasági Sportszövetség főtitkára is. A napirendi pontok és a közgyűlés munkatestületeinek elfogadása után Rekecki Titus, a közgyűlés elnöke átadta a szót Mandarić Dusannak, a szövetség leköszönő elnökének, majd a vendégeknek. Mandarić Dusan hangsúlyozta, nehéz 4 év áll a sportszövetség mögött, de örül az elnökséggel és a tagokkal folytatott közös munkának. Külön kiemelte, hogy büszke arra, hogy Magyar Kanizsa ismét büszkélkedhet felnőtt válogatott sportolóval, gazdag Krisztián személyében. Mladen Stojsin beszámolt a Vajdaság és a Magyar Kanizsai Sportszövetség közös akcióiról és programjairól. A közgyűlés elnökének posztjára kedden adták át programtervüket,
Bontovics István, a Tótfalusi Olimpia Sportklub jelöltje, valamint Borsos Csaba, akit a Testvériség Sporthorgász Egyesület jelölt. A jelenlévők a közgyűlés elnökének egyhangulag Rekecki Tituszt választották, a Sportszövetség elnökének a tagság szó többségével pedig Borsos Csabát. A közgyűlés elnökségi tagjait a Sportszövetség alapszabályzata szerint az elnök javasolja. Elnökségi taggá lett választva Nagy István, Sors Róbert, Balázs Vörös Lívia, Fehér Csilla és Pörzsölt Attila, valamint Dognár Viktor. Az ellenőrző bizottság tagjai pedig Ivánovics Vladimir, Nyilas Csaba és Kocsis Kornél lett. A szabadfogású birkózás Vajdaság bajnokságon a 48 kg-osok súlycsoportjában Bánszki Krisztián, a 65 kg-osok kategóriájában Vágó Ádám, a 75 kg-osok mezőnyében pedig Vrábel Ákos szerezte meg az első helyet. A serdülőkor csoportjában Bánszki Krisztián, Gán Gyóko és Vágó Ádám léphetett a dobogó legfelsőbb fokára. A pionírlányok mezőnyében Fábián Anna bizonyult a legjobbnak. Az 5. Szarajevo Kupa nemzetközi birkózás versenyen, melyen Magyarország, Szerbia, Albánia, Németország és Bosznia-Hercegovina sportolói mérkőztek meg a juniorok kategóriájában, Füzér Ákos a második, Schleyer Tamás pedig az első helyezést szerezte meg. Összesítettben a Magyar Kanizsai Patisszia Birkózó Klub a harmadik lett. A legjobb külföldi edzőnek járó elismerést Schleyer László kapta. Ezen a hétvégén két korábban betegség miatt elmaradt előadást láthatnak, hallhatnak a kedves nézők az Art Caféban, a művészkávézóban. Szombaton este 9 órakor egy latin jazz swing zenét játszó hattagú együttest Szabadkáról és környékéről, Uros Setyerov Kongás együttesét, amely énekesnő is lesz, Bumford Gábor szaxofonozik és sok más ismert muzsikus lép fel. Valamint vasárnap, a vasárnap délutáni beszélgetések közt a korábban már meghirdetett és, mint mondtam, betegség miatt elmaradt Szlobodan Tisma író, költő, performance művész előadását, beszélgetését láthatják, amely szerb nyelven folyik. Az vasárnap délután 6 órakor kezdődik, tehát a szombat esti koncertre, valamint a vasárnap este hati beszélgetése mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan, jó kávé mellett kellemesen érezhetik magukat egy szép környezetben. A mai körkép fontosabb témái voltak. Ahol a víz az úr. Nagy gondokat okoz a községben a belvíz. Az önfoglalkoztatási program keretében vállalkozási alaptréninget tartottak az ICR szervezésében. A műsorunkban a település rendezési közvállalat munkájáról és terveiről is hallhatnak. Helybeli vállalatok, vállalkozók, intézmények is bekapcsolódtak a pályaválasztási csapat munkájába. A Magyar Kanizsai Pittypang óvoda idén is megszervezte jótékonysági rendezvényét. Javno preduzeće za uređenje naselja opštine Kanjiža u prošloj godini ostvarilo je značajna ulaganja u održavanje i izgradnju saobraćajnica, jer je izgrađeno skoro 11 km puteva u svim mesnim zajednicama u vrednosti preko 130 miliona dinara. Na konferenciji za novinare direktor Janoš Kevežzi je pored investicija u putnu infrastrukturu predočio i aktivnosti u drugim oblastima. U prošloj godini ulaganje je bilo u uređenje građevinskog zemljišta u bloku 10, gde je pripremljena infrastruktura na lokaciji namenjenoj izgradnji tržnog centra Merkatora, autobuske stanice i proširenje parkirališta. Što se tiče odvodnjavanja voda, površinske vode i fekalne vode, u sistemu oborinskih voda bilo je na više mesta vršeno je održavanje. A što se tiče nove investicije, to je bilo samo u Kanjiži po programu mesne zajednice Kanjiža u 5. kvartu. Vršili smo izdavanja potrebnih
urbanističkih uslova za izgradnju raznih objekata, a isto smo učestvovali u izradi prostornog plana opštine Kanjiža ili i u generalnom planu Kanjiže. Što se tiče ostalih objekata, kod svih objekata vršili smo stručni nadzor gdje finansiranje bilo iz budžeta opštine Kanjiža. U aktivnim merama politike zapošljavanja jedan od vidova je i samozapošljavanje, obuka za zainteresovane da se uključe ovaj vid organizovane od strane ICR-a, na koji način i kako interesovanje? Interesovanje je dosta veliko. Sada je prisutno 35 osoba koji učestvuju na našem treningu. Ovaj današnji trening je na mađarskom jeziku, ali samo zbog toga što su zainteresovani bili oni kojima je mađarski maternji jezik i mislili smo da svakako je mnogo razumljivo i mnogo bolje njih obučiti na svom maternjem jeziku nego da sve kažemo im na srpskom. Naravno, ovaj je prvi krug ovog vida obuke. Ako biće zainteresovanih i naravno, ako biće zainteresovanih koji ne pričaju na mađarskom jeziku, onda sljedeća obuka biće na srpskom jeziku. Ali ovo samo zato sam istakao posebno, jer jako veliki problem je u našoj opštini da ne da ne pričaju ljudi na srpskom jeziku, nego ni ne razumeju formulare šta treba da se ispuni. Mi smo zato organizovali ovu obuku sa vođenjem Jutke Kasaš, koja je stručna osoba vezano za poreski sistem, ali danas ne priča samo o poreskom sistemu, nego priča o osnovama, kako se osniva firma, šta treba, kako treba razmišljati kada neko želi da postane vlasnik jedne firme, kako treba ispuniti jedan biznis plan, kako treba razmišljati dugoročno o firmi. Znači, takve teme danas obrađujemo, koje teme će, nadam se, doprineti tome da ljudi koji su danas zaposleni, sutra već, ajde ovako da formulišem, sutra već mogu da izađu na tržište rada sa sopstvenom firmom i nadam se da će mnogo više znati kako se posluje, šta treba da rade i neće se izgubiti u ovoj velikoj administraciji i neće se izgubiti u celom ovom birokratskom sistemu. Naravno, današnja obuka traje 4 sata, znači za 4 sata niko neće da postane jako dobar i izuzetan privrednik, ali ja mislim da dobit će jako dobre osnove za dalji rad i naravno i posle ove obuke ko se opredeli prema tome da postane vlasnik jedne firme, mi ćemo i dalje kao ICR pomoći sa stručnim savetima, sa iskustvima da mnogo bolje i mnogo fleksibilnije može da posluje u ovom okruženju što je danas u Srbiji. Prošle srede Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizovao je zajednički sastanak tima za profesionalnu orijentaciju. Cilj konstituisanja tima je uspostavljanje funkcionalnog sistema profesionalne orijentacije, posebno u delu programa koji je vezan za realne susrete mladih sa svetom rada. Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a podržava ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Ovaj dan je veoma važan za Kanjižu i za naše učenike 7. i 8. razreda, odnosno za celu generaciju osnovne škole, pošto je profesionalna orijentacija veoma bitan segment rada škole, a mi naš projekat zasnivamo na učenicima 7. i 8. razreda. O ovom projektu nam je omogućeno da u petofaznom dinamičnom modelu decu upoznamo sa procesom rada, sa pravilnim donošenjem dobre odluke o izboru zanimanja.
Danas na ovom svečanom sastanku okupili smo tim za profesionalnu orijentaciju na lokalu za Kanjižu. Meni je izuzetno drago što su se odazvali i osnovna škola i srednja škola i svi prisutni, svi koji su bili predviđeni za tim i lokalna samouprava, a pored toga veoma je značajno da su prisustvovali privrednici, preduzetnici, ustanove, znači to su sve ljudi koji otvaraju vrata školi i otvaraju vrata deci koje će realizovati realne susrete u okviru ovog projekta u njihovim preduzećima. Šta sadrži memorandum koje potpišu? Memorandum sadrži ovaj jedan dogovor, protokol o saradnji, šta su koji zadaci, koje ustanove, odnosno kog privrednika i u stvari jedno ozvaničavanje saradnje škole i određenih potpisnika memoranduma. Na sastanku su bili predstavnici lokalne samouprave, privrednih preduzeća, preduzetnika i ustanova naše opštine koje mogu dati doprinos realizaciji projekta i time doprineti uspešnosti profesionalnog informisanja i orijentisanja mladog naraštaja. U organizaciji Crvenog krsta opštine Kanjiža u utorak je održano takmičenje za osnovce sa nazivom Šta znaš o zdravlju. Na današnji dan se odvija takmičenje takmičenju Šta znaš o zdravlju i Crvenom krstu za osnovnoškolce, a sutra će biti takmičenje organizovano za srednjoškolce. Ova manifestacija ili ovaj naš zadatak je praktično deo zdravstveno-preventivnog rada i težimo tome da mladi u što ranijem dobu dođu do određenih korisnih pojmova, misli, saznanja koji će im omogućiti da o svom zdravlju ne misle samo onda kada se ono naruši, već da preduhitre dolazak bolesti i da odgode za što dalji period. Crveni krst Vojvodine je izdao praktično već dva priručnika, jedan je stariji, još se isto tako može koristiti jer određene velike istine su sadržane i u toj knjizi i nedavno je došlo i na mađarskom jeziku. Zdravlje i razvoj adolescenata koji sadrži isto tako sva saznanja o razvoju i o zdravlju mladih i iz te knjige oni praktično mogu doći do tih saznanja koji će im pomoći da budu sad na ovom takmičenju uspešni, a svakako ono što je naša velika težnja da ta saznanja ostanu trajna i da to bude jedan putokaz po pitanju zdravih načina života kako bi što duže mogli biti zdravi, čak i da to šire u svom krugu prijatelja i u porodici. Đake takmičare su pripremali profesori biologije. Najboljima se pruža prilika da svoje znanje ukrste sa vršnjacima na predstojećem pokrajinskom takmičenju. Za njih je uvek jedna velika nagrada da dođu u Novi Sad na pokrajinsko takmičenje i da tamo prisustvuju. To je više u vidu jedne igre. Ovo takmičenje naše opštinsko je nekako malo, ako smem tako da kažem, ozbiljnije. Pokrajinskog takmičenja je osnovni cilj više to da se deca nađu, da se druže i da provedu tamo jedan lep dan. Predškolska ustanova Naši biseri organizuje prvenstvo u maloj odbojci za decu predškolskog uzrasta opštine Kanjiža, koje će se održati 6. aprila u subotu. U sportskoj sali Banje Kanjiža takmičiće se ukupno 13 ekipa. Organizatori srdačno pozivaju sve zainteresovane da u subotu od 9.30 bodrimo naše najmlađe odbojkaše. Na juniorskom prvenstvu Vojvodine u judovu održanom u subotu 30. marta u Kanjiži nastupilo je 111 učesnika, od kojih 81 u muškoj i 30 u ženskoj konkurenciji. Na otvaranju u sportskoj hali Banja Kanjiža učesnike je pozdravio zamjenik predsjednika Kanjiške opštine Robert Lacko. Prvenstvo je otvorila članica opštinskog veća Kanjiže za sport i omladinu Anastazija Volenter Takarića, a prisustvovao je predsjednik upravnog odbora Judo saveza Vojvodine i Srbije Svetislav Vukmirica. Domaćin i tehnički organizator prvenstva bio je Judo klub Kanjiža.
Takmičarka judo kluba Kanjiža Blanka Kele osvojila je bronzanu medalju do 48 kg, a Ana Vadas iz judo kluba Partizan Kot se plasirala na peto mesto do 63 kg, a u muškoj konkurenciji član judo kluba Kanjiža Nemanja Nikolić je zauzeo peto mesto u kategoriji do 90 kg. Na prvenstvu Vojvodine u rvanju slobodnim stilom za starije pionire i kadete takmičari Potisja Kristijan Banski, Adam Vago i Jakoš Vrabel su osvojili zlatne medalje, Dejan Petrović je osvojio srebrnu, a Adam Bogdar, Viktor Lerinc i Đoko Gan bronzane medalje. Prvo mesto u konkurenciji starijih pionirki osvojila je Ana Fabijan, a u konkurenciji kadeta Kristijan Banski, Đoko Gan i Adam Vago su prvaci. Na drugom šampionatu Srbije za mlađe pionire ekipa Potisja zauzela je treće mesto. Rvači Potisja učestvovali su na petom međunarodnom kupu Sarajeva, gde su ekipno zauzeli treće mesto. Pojedinačno najuspešniji je bio junior Tamaš Šlejher, koji je osvojio prvo mesto u kategoriji do 85 kg, a Saboč Fizer je bio drugi do 62 kg, dok je kadet Daniel Feistamer zauzeo treće mesto do 63 kg. U Subotičkoj područnoj fudbalskoj ligi prošlog vikenda zbog lošeg stanja terena odložene su utakmice u Adorjanu između Tise i Bačke iz Pačira i u Tavankutu, Tavankut Potisje iz Kanjiže, koje treba da se odigraju u sredu 3. aprila. U narednom kolu u subotu Tisa gostuje u Bajiši, a Potisje u Čoki. U Adorjanu Tisa 10. aprila treba da igra polufinalnu utakmicu kupa na području Subotice protiv Jadrana iz Feketića. Ovaj vikend imat ćemo dva programa u Art Cafeu, koji su ranije bili otkazani zbog bolesti. Prvi je koncert džeza, swinga, latinske muzike jednog seksteta, Buford Gabor, Uroš Šećerov i mnogi drugi poznati muzičari sa pevačicom će nastupiti subotom uveče u 21 časova. A u nedelju se nastavlja serija razgovori nedeljom, matini razgovori, kako ih zovemo, u kojoj će učestvovati Slobodan Tišma, pisac i performans umetnika, razgovor vodi Borislav Stajić. Srdačno očekujemo svakoga, dođite u ovaj lepi ambijent, nedeljom razgovor počinje u 6 sati i budite naš gost.